Folytatásban pedig főleg a hölgyek figyeljenek, hiszen rengeteg hasznos tanácssal látjuk majd el őket. Például, hogy egy farsangi bulira vagy egy bába hogyan sminkeljenek, hogyan öltözzenek fel, vagy éppen mi a trend. Piszár Tünde stílus kommunikátor a vendégünk, akit jól ismerhetnek, hiszen rengeteg hölgy esett át metamorfózison annak idején, meg hát különböző műsorokat is készítettél, aminek ez volt a célja, hogy egy picit átalakuljanak. Na, valaki szeretne átalakulni mondjuk egy bál idejére, egy rövid időre, akkor milyen sminket kell készítenie, mi most mondjuk az a trend, vagy milyen színű ruhákat vegyen fel, amivel picit követheti a divatot. Szia Laci, és köszöntöm én is a nézőket. Nagyon jók a kérdések, sorba igyekszem válaszolni mindenre. A bálok, illetve az alkalmi, az ilyen farsangi időszakban szokásos alkalmi eseményekre, én azt mondom, hogy nem inkább a trend kifejezést használnám, hanem azt, hogy ugye vannak az öltözékre, az elvált öltözékre vonatkozóan előírások. Na most, ha olyan az alkalom, olyan az esemény, akkor a meghívón ezt rendszerint feltüntetik. Tehát mondok erre konkrét példát, ami ugyanúgy vonatkozik a nők elvárt öltözetére, illetve a férfiak öltözetére is. Ez a black tie, valamint a white tie. Na most ezek a nagyon komoly alkalmak, mint például a városbál, vagy olyan igazán nagy események, esti események, ahol már tényleg fel kell öltözni, ahol már nem elég egy öltöny felvenni a férfiaknak, hanem meg a hölgyeknek nem elég egy koktélruha, vagy egy alkalmi ruha, hanem már nagy estéi, vagy kis estéi az elvált öltözet, de ezt a meghívó egyértelműen előírja. Na most, hogyha egy picit mégis foglalkozunk a trenddel, akkor inkább azt tudom neked mondani, hogy az alkalmi eseményeknek a színek vonatkozásában és az anyagok ugye elkészítési eljárásában van inkább szerepe. Na, az idei divatszín, hogyha követjük a trendet és a divatot. A klasszikus kék, ez a Pantone intézet minden évben meghatározza ezt, és gyakorlatilag nem véletlenül jöttem ebbe a színbe, vagy viselem ezt a színt, ugyanis a klasszikus kék az idei trend. Hogyha valaki jól akar kinézni, akkor egy bálban mondjuk viselheti ezt a kéket. Egyébként ez a klasszikus kék valójában bármilyen eseményen megállja a helyét. Aztán ugye még klasszikus színeknek számíthat, vagy sorolható klasszikus színek közé sorolható például ugye a fekete, amivel általában azért nem nyúlunk mellé. Azt tudni kell, hogy nem mindenkinek áll jól a fekete, ezt a hölgyek nem annyira tudják, és azért, mert sankit viselik. Na most, hogyha egy bálba vagy alkalmi esti eseményre megyünk, általában érdemes az anyagokkal játszani. Az legyen fényes, csillogó, flitteres, csipkés, feltűnő. Na most hiába veszünk fel feketét, hogyha ezzel ötvözzük, ilyen akár fényes anyagokkal ötvözzük, akkor azt a testtájékot, amit szeretnénk elfedni, az általában erősíti. Éppen ezért ennek van egy másik alternatívája, a sötét kék. Ez mindenkinek jól áll, férfiaknak, nőknek is, tehát ezt érdemes a fekete helyett viselni. Most, bocsáss meg, a férfiaknál most amúgy is divat, a sötét kék öltöny, mondjuk abban mennek. Az mindig divat. De azt nagyon sok esetben látom, hogy mondjuk ehhez barna övet, barna cipőt használnak. Viszont itt is van egy szabály, és emlékszem, hogy egyszer felvettem, és mondtad, hogy no, elmúlt 18 óra, már nem kellett volna barna cipőt felvenni. Fogalmam nem volt, hogy most az odaillik, vagy nem. Olyankor mit, fekete cipő? Fekete. Meg fekete öv? Igen, 6 óra után a férfiaknál fekete cipő. De maradhat a kék öltöny. Tehát persze, az a kék, egyébként a kék öltöny a klasszikus, az a legelegánsabb. A fekete öltönyt egy szomorú eseményre, temetésre viselünk, illetve hogyha valaki egy bizonyos csoport tagja, és itt a mafiózókra gondolok, tehát nem, a fekete az nem elegáns, az sose elegáns, csak a temetésen, illetve, hogyha smokingról beszélünk, vagy frakról. Ezért mondtam a black tie-t, illetve a white tie-t. A black tie az a smoking, és akkor ugye fekete nadrággal, fehér blazerrel, vagy öltönnyel, fehér zakóval viseli a férfi, de ugyanúgy a smoking lehet fekete, lehet a smoking sötét kék, most már divatos az is. A lényeg az, hogy a rever, nevezetesen a hajtóka, a szatén. Meg ahhoz már csokornyakkendő. Az csokornyakkendő, és ez a black tie, ez magát a csokornyakkendőt jelenti, a fekete csokornyakkendő. Ha a meghívóra white tie van írva, és akkor visszakanyarodok még egy mondat erejéig a hölgyekhez, hogyha az van írva a meghívón, hogy black tie, és férfiaknál smoking az elvárt öltözet, akkor a nőknél kisestélyt kell viselni. Na most a kisestélyi a nevével ellentétben hosszú, de a lényeg az, hogy a vállakat szabadon lehet hagyni.
A nagy estély, ami már a white tie-hoz, vagyis a fehér nyakkendőhöz köthető, az a frakka férfiak esetében, és ott már kalap van, tehát, illetve cilinder, tehát az már nagyon komoly. Nyíregyházán van ilyen, ahol ezt elvárják? Nem nagyon emlékszem, hogy valaki bárki is frakban jelenne meg. Nem tudom, általában királyi, uralkodói eseményeknél szokott ilyen lenni. Na most visszakanyarodva, tehát hogyha frakkot viselünk, akkor már nagy estély, az azt jelenti, hogy ugyanúgy hosszú a ruha, mint a kis estélyénél, csak a vállakat el kell fedni, és általában olyankor szoktak kesztyűt is viselni. Ha nincs semmilyen előírás, csak egy sima meghívó, mondok egyet, mondjuk alapítványi bál, vagy bármilyen iskolai bál, olyankor bárki szabadon öltözködhet. Olyankor mi az előírás, vagy mit érdemes felvenni? Olyankor általában én mindig azt mondom, hogy az alkalmi öltözet, a férfiakra vonatkozóan az egyszínű öltöny. Tehát a zakó és a nadrág is legyen egyszínű, fehér ingel vagy világos ingel. Itt fel lehet venni egyébként akár egy színes csokornyakkendőt, de a cipő az fekete legyen, lehet akár lakcipő is, tehát az borzasztóan elegáns. A hölgyek esetében pedig koktélruha, de lehet alkalmi ruha is. Én még azt mondom, hogy ha valaki, a koktélruha az általában térdig vagy rövid, de térd aláérő, de hogyha valakinek olyan szép ruhája van, hogy úgy érzi, hogy arra az eseményre ezt szívesen felvenni, nem baj, ha hosszú. Tehát túl sem kell öltözni, de én azt gondolom, hogy egy bálon igen, fel kell öltözni. Tehát ne farmerba menjünk, ne egy nadrág kosztümbe menjünk, hanem adjuk meg a módját. Tehát fel lehet venni flitteres, csipkés, fodros, tül, most nagyon divat a tül, anyagokat, akkor fényes felületű anyagokat. Tehát nyugodtan lehet ezzel élni, máskor úgysem hordjuk. Smink tekintetében meg ilyenkor nyugodtan lehet erősebb sminket használni? Igen, mert ugye ezek az események zömmel ugye este zajlanak, és olyankor a fények is másak, erősebben kell egy kicsit sminkelni, nyugodtan fel lehet cserélni a nappali sminket egy kicsit erősebb sminkre, csilloghat az a rúzs, akár a szemhéjfesték is, vagy szemhéjpúder is csilloghat. Az ékszer nagyon fontos, az is csillogjon, legyen hangsúlyos, legyen szép, de az összhang, a harmónia azért legyen meg az öltözékünkben. Hát itt is ugye a férfiaknál tulajdonképpen egy ékszer van, az az óra. Ilyenkor mondjuk bőrszíjas órát kell viselni, vagy lehet egy kicsit sportosabb? Hát én azt mondom, hogy bőrszíjas óra. Tehát vannak olyan kikészítés vagy elkészítésű órák, amelyek igazán alkalmi órák, amelyek fémszíja van, de oda passzol. Tehát fel lehet venni, azért az látszik, hogy mi az, amit fel lehet venni egy szép öltönyhöz. Ami fontos, a zoknira kell azért figyelni, hogy vagy a cipő, vagy a nadrág színével egyezzen meg, hogyha ugye öltöny, nyilván az öltöny nadrágról beszélünk, és kellő hossza legyen, térd alá érjen. Egészen fel kell húzni az öltönyzoknit, és akkor bárhogy mozog a férfi ültében, nem fog kilátszani a szőrös boka, azért ez egy kicsit busztustalan. Tehát ez a lényeg. Nagyon fontos egyébként ugye az öltöny alá az ink. Gondolom akkor nem egy színes inget kell felvenni, mondjuk egy sötétkék öltöny alá, hanem marad a klasszikus fehér? Nagyon elegáns a klasszikus fehér, és azt könnyen lehet társítani akár színes nyakkendővel is. Tehát, hogyha egy alapítványi bárra megyünk, ott azért lehet egy kicsit a fantáziának is teret adni. Hogyha már egy komolyabb, egy előírásszerű öltözetet várnak el, ott hivatalosan a fehér, viszont mondom még, ha egy bálba megyünk, és sötétkék az öltöny, lehet az ing világos kék, lehet akár szürkés is, de bár az egy kicsit, mintha koszos lenne, tehát azzal azért kell vigyázni, lehet halványlila, tehát lehet társítani egyéb színekkel is, sőt, én még azt mondom, hogy ha egy nagyon finom mintája van, még talán az is beleférhet, ezt nagyon jó ízléssel kell megválasztani, olyankor viszont a dízseppenkendőt használunk, és nyakkendőt, az legyen azért egyszerű és visszafogott. Tünde, köszönjük szépen, hogy itt volt, hát még órákig beszélhetnénk erről, és azt mondtam, hogy a hölgyek figyeljenek, végül meg kiderül, hogy az urak több tanácsot kaptak, de szerintem mind a kettőt, hiszen most azért rengeteg ilyen bál van, talán fel tudtuk őket készíteni, hogy mit illik és hogyan viseljenek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, mi pedig akkor most programajánlóval folytatjuk, és aztán újabb vendég érkezik.